Törökszent Miklós ellen kezdett először a bajnokságban, viszont olyan jó teljesítmény nyújtott, hogy ott ragadt, és végigjátszotta a Fegyvernek elleni meccset is. Nem meglepő tehát, hogy újra ott van a kezdő 11-ben Angyal. Ballal nem mert előni. Benedek pedig visszateszi egyel, egy távoli kísérlet. Belényesinek nem kell rámozdulni. Jócskán mellé ment. Szent Annai. 5 méteres körzetében senki nyugodtan lekezelhette a labdát, és kapu irányába fordulhatott. Erdei a lövőhelyzetet keresi, meg is találja. Gerhát viszont kiengedi a labdát. Szent Annai, a legutóbbi hazai meccsen ugyanez volt a forgatókönyv, akkor a 93. percben jártunk, Szent Annai meg neki futott a szögletnek. Akkor Székely érkezett, most a sárga mezesek fejelik ki. Kovács ellövi. Gyakorlatilag felszabadította most a tiszafüredi kaput. Bozsó, kis szöglet, Csábi. Ez meg nagyon hosszú átadás. Csak az a kérdés, hogy dobás vagy rugás lesz belőle. Füredi szempontból szerencsésebben pattant Karszagi Tacs. Szőke. Nem is megy el Kovácsig. Angyal elesik. Ez itt az ő rutinja ilyenkor is jól jöhet. Nagyon nagy indítás Székely, nagyon jól látta meg Erdeit, egy az egyben Erdei Tibor, Zicser és Gerhát lábbal. Ajtóablak, odarúgta volna Erdei, ahova nem szégyelli. Lábon rúgta a kapust. Csábi. Orosz kirúgja, Erdei, észre kéne venni Székely Dávidot, inkább Kovács Lacit választja, megvan most a megfelelő tempó, és a lövés mekkora gól, te jó ég, Kovács Laci! Embertelen nagy gólt ragaszt a jobb felső sarokba, és a 21. perc végén 1-0-ra vezet a karthagi csapat, mintaszerű támadás, Belényesi is elől ünnepel. Mindenki beadásra számított, Kovács ennek ellenére gondolt egy merészet, és kegyetlenül kilőtte a hosszú ficakot. Kupai ment a bal szélen, sajnos nem vette őt észre, Szilvós Gergő, Györfi. Bevárja Csábit, lövőhelyzet, még egyel tovább, Benedek. Kicsit megcsúszik, Angyal orosz blokkol, pedig már túlment a labda rajta. Kellett, hogy ott legyen Orosz István. Könnyen lehet, hogy begurult volna, Széke indul szólóra, Gácsi pedig érkezik. Daróczi. Hosszú indítás Orosztól, egymásra fejelik a vendégek. Székely Dávid, lövőhelyzet, és kapu mellé gurít. Szent Annai.
Az ügyeletes szabadrugás végrehajtója a csapatnak. Háromtagú sorfal előtte. Szent Annai teker. Nem volt túl jó lövés. Angyal megtartja és tovább játsza. Benedek egyedül kell megoldja most ezt. Még mindig ő, még egyszer, egyel tovább, Angyal Zitzer. Egyenlét a Tiszafüred. Két villanásból átjutottak a karcagi védelmen a tiszafürediek. Angyal pedig köszönte szépen a labdát Benedeknek, és behelyezte a jobb alsóba. Első komoly sanszádból egyenlít a listavezető. Nem győzni jár a Tiszafüred, az egyértelmű tény az elmúlt évek alapján. Bár tegyük hozzá, hogy jóval szorosabb mérkőzéseket játszanak ők itt, mint mi idegenben. Tavaly például 2-1-re győztünk. Azt megelőzően 2-2-es döntetlen, azelőtt pedig Székely duplával egy 2-0-ás hazai siker volt a mérleg. Mi azért időnként jobban beleszaladunk a pofonban, kaptunk ki 4-0-ra és 4-1-re is Tiszafüreden az elmúlt években. Bozsó! Nem cserélt ezt a fél időben, ugyanaz a szakadt darab van rajta. Sérgyuca meg távolról elereszt egy lövést. Ezért egy jó másfél méter tévedett Sérgyuca. Nem említettem, hogy Angyal 8. gólját lőtte Karcag-Füred párbajban. Nálunk Székely a legeredményesebb. Ő 5-ször köszönt be még annó Ulvickinek. Erdeinek 2 gólja van. Vendégeknél még Bozsóra érdemes odafigyelni. 6 gól nyomott a karcagi kapuba. És hát a csapat vezetőedzője Dolcsák Zoltánnak is van 3 gólja a Karcag ellen. Ez egyik igazán emlékezetes lehet számára, ugyanis a 2014-15-ös szezonban, amikor 2-2 lett a vége itt Karcagon, Dolcsák góllal biztosította be a bajnoki címét a Tiszafüred. Akkor az utolsó szalmaszálba kapaszkodott a Karcag, és jó néhány fordulóval a vége előtt csak úgy maradt volna még esélyünk a bajnoki címre, ha legyőzzük Tiszafüredet. 2-0-ra vezettünk, érkezett azonban Gácsi, majd Dorcsák, a Füred 1 pontot szerzett, és a liget úton lett bajnok. Úgyhogy hiába nyerni nem szoktak itt, örülni viszont már örültek. Lesz nagy kérdés, hogy a játékvezető engedi-e előtte a cserét, megteszi. Terjék Péter jön majd pályára, csak Horosz nem szól senkinek, hogy ki jön le. Kovács Lacit váltja. Emlékezetes gólt rúgott. Aztán kapott egy sárgát, kicsit vehemensen játszott időnként. Ennek ellenére az a találat, amit beragasztott a füredi jobb felsőbe. Hosszú ideig szóbeszéd lesz még itt a liget úton. Terjék is mostanság inkább csereként beállva segíti a csapatot. Korábban azért alapembernek mondhatta magát. A nap a füredieket nehezíti. Nagyon kisütött most, ott a helyzet, és kapu mellé bombász Szőke Norbert. Egyek cserélnek, és akkor most jön be Pesti Györfi helyére. Györfi nem nyújtott maradandót. Pestinek azonban erre még lesz lehetősége a hátra lévő 25 percben. Egy 20 esztendős csatárról van szó. Nyáron érkezett a kisújszállás csapatából. A kungsági El Klasszikon. Azért ő már letette a névjegyét, és ismerhetik őt a karcagi szurkolók. Felnőttek közt volt egy 7, egy 14, majd egy 17 gólos szezonja a fiatalnak, amiből le is csapott rá a bajnok. Benedek érkezésével inkább csereként számít rá Dorcsák Zoltán. Vadas! Pesti már is labdát kap, és hát azért ezzel az igazolással is azért nem a kiesés ellen kell küzdjön. Meg is mutatja, hogy bizony megállja a helyét ebben a Tiszafüredben, kiosztott egy kötényt, aztán meg bement a 16-oson belülre. Oda kell rá figyelni.
Benedek kiállt, a játékvezető fúj. Mondanám, hogy ez az alaptézis, de ez nem igaz. Daróczi esetében például nem sípolt. Azt sem zavarta most a játékvezetőt, hogy guruló labdával végezte el a szabadrugást a Füred. És ott a gól. Pesti csereként beállva begurítja közelről. Hát nagy kár érte, mert tényleg ezekre a jelenetekre nem figyel oda a játékvezető. Guruló labdával pontrugást elvégezni nem lehet. A Fürednek most lehetett. Utána egyébként iskola játék, és úgy mentek át, ahogy át lehet, és át kell menni. Mágnes táblán megrajzolt akció. Pesti jó helyen áll, és befejezi. 1-2 az állás. Megfordítja a mérkőzést a Tisza-Füred karcagon. Vadas. Pesti. Egész egyszerűen nem lehet megállítani senkinek. Lefutja Daróczit. Tóth. Fölé bombáz. Benedek. Korábbi csapataival ellentétben itt nem egyedül és klasszikus csatárt játszik angyal párjaként. Így is nagyon hasznos, amit leművel. Veszélyes játék, amit most megpróbálunk játszani. Rányomni magunkat a tiszafüredi csapatra. Fölkínálva a kontrák lehetőségét. Tóth. Benedek. Gyönyörű kényszerítő, és Belényesi, óriási védés, lesben tartja a karcagot. Szent Annai a labda mögött. Háromtagú sorfa ágaskodik előtte, akiket még egy kicsit hátrébb rendel Fekete. Szent Annai lágyan a védők mögé, ott a fejes, és itt is egy bravúros kapus teljesítmény. Gerhard balkézzel kipaskolja. Hát nem mellékszereplő egyik portás sem. Belényesi meccsben tartja, Gerhard pedig győzelmen a maga alakulatát. Csapatunk vezetőedzője Rossz István értékel. Hát az elmúlt hetek jó formája után ma nem sikerült pontot szerezni. Az első félidőben azért a játék jobb volt, a másodikban már abban is voltak hibák. Te belülről hogy láttad a mai találkozót? Azt mondtam a fiúknak a meccs végén, hogy három nagyon nagy helyzetünk volt, ezt a három nagyon nagy, majdnem zicser volt mind a három, ezt tudjuk értékesíteni, akkor azt mondom, hogy megnyertük volna a mérkőzést. Az első fél időben, igen, szerintem mezőnyben jobbak voltunk, és Erdély Tibinek hatalmas helyzete volt, sajnos nem tudta értékesíteni, utána jött Kovács Lackó gyönyörű lövése, a másik fél időben egy kicsit sérülés miatt kellett változtatnom kettőt is, úgyhogy nem tudtam nagyon minőséget cserélni tovább, kicsit elfáradtunk, más választásunk nem volt, csak próbáltuk felívelgetni a labdát, de ott is volt Szőke Norbinak egy hatalmas helyzete, a szabadrugása az is szerintem egy nagy helyzet volt. Még egyszer mondom, ha berúgjuk a helyzeteket, akkor szerintem győztünk volna. A Fürednek én úgy érzem, hogy nem volt olyan nagyon nagy helyzetei, a második az meg szerintem hatalmas lesből született. Ráadásul mi kívülről úgy láttuk, hogy az abból induló szabadrugás egy mozgó labdából történt elvégzésre, amit a játékvezető nem szúrt ki. Szívós Gyuszkó hiánya mennyire érződött meg a csapaton? Hát szerintem minden ember tudunk pótolni, persze mindenki hiányzik, mert azért Gyuszkót tudjuk, hogy milyen futballista, biztos, hogy tudtuk volna hasznát venni, ennyien voltunk, ezzel kell dolgoznunk. Még egyszer mondom, hogy szerintem úgy érzem, hogy ha helyzeteket berúgjuk, akkor simán fordítva lehetett volna az eredmény.
két hete, amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy a hátralevő négy mérkőzés alapjaiból eldöntheti, hogy ebbe a szezonban mire is hivatott ez a csapat. Két győzelem után ma vereség, jövő héten jön a Szajol, mit vársz attól a meccstől? Hát az is nagyon meleg lesz. Én például kiestem ötödik sárgámat megkaptam. Sajnos azért, mert én azt úgy érzem, hogy számon kértem egy olyan két szabálytalanságot, amit Szívós Gergő elkövetett, és előtte a félpályán nyújtott lábbal szabálytalankodtak ellenünk, és azt nem ítélte meg. Kovács Lackót megint nyújtott lábbal lerúgták, és le is kellett cserélnem az 50. percbe, és az se fújt el, és azért faltott Lacika, és azért is sárgát kapott. Én ezt tettem szóvá, és engem is így ezért sárgázott. Hát sajnos ennyit tudnak a játékvezetők. Mindig szidom őket, mert mindig fel tudnak mérgelni, de be kell látni, hogy ennyire képesek, azért vezetnek itt megye-egybe. Nagyon nehéz lesz a szajoli mérkőzésünk. Én kiestem, megpróbáljuk mindenféleképpen a hiányomat pótolni. Biztos, hogy van olyan ember, aki tudott a helyemen játszani. Nehéz mérkőzés lesz, mert a szajol is előttünk van. Igaz, hogy azonos pontszámmal több jobb rugott góllal, de előttünk volt most. Mindent meg fogunk tenni hazai pályán, hogy ezt a úgymond vereségét elfeledjük. Rossz Istvánnak köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk a következő hetekre. Köszönjük szépen. A társban a Tiszafüred vezetőedzője Dorcsák Zoltán értékel. Először is gratulálok a három ponthoz. Egy igazán kemény mérkőzésen sikerült megszerezni a győzelmet. Igen, kemény mérkőzés volt, de úgy érzem, hogy azért sportszerű mérkőzés volt. Nagyon örülök a három pontnak. Én még életemben nem nyertem Karcagon, sem játékosként, sem edzőként, úgyhogy már történelmi sikerről beszélhetünk. Igen, legutóbb 2009-ben győzött a Tiszafüred Karcagon, hát azért ennek is azért vannak szép emlékei, például győztes gólt szerzett azon a meccsen, amellyel két éve bebiztosította a bajnoki címet a Tiszafüred. Igen, tehát úgy kisebb sikerek voltak, bár mondjuk elég nagy siker egy bajnoki címet megnyerni, meg hogy itt ünnepelhettük Karcagon egy döntetlennel, nyilván nagy öröm volt, most nagyon kellett, hogy győzünk. Itt nagyon szoros a bajnoki címért folytatott harc, és ugye egy vereséggel még a Karcag is ránk jöhetett volna meg a Szajol, tehát még a dobogó is úgymond meleg helyzetbe kerülhetett volna, így sem mondom, hogy megvan, de így haladunk a céljaink felé. Az első fél időben kívülről úgy tűnt, hogy mintha egy picit visszafogottabb játékot játszana a Tiszafüred, aztán a másodikban már abszolút sikerült kézben tartani az irányítást. Mit mondott a fiúknak a szünetben? Szerkezetet is váltottunk, mondjuk már a bekapott gól után, de nem hiszem, hogy ezzel volt a probléma. Tudtuk, hogy mit játszik a Karcag, tudtuk, hogy milyen játékosai vannak. Sok hibát vétettünk, és megkontráztak bennünket. Mert én úgy gondolom, úgy láttam, hogy nyilván vezethettek volna akár 3-1-re is a szünetben, mert megvoltak az ittszerei, de ezeket nem ők alakították ki, hanem nekünk köszönhették szinte. Ugye egy szöglet, egy rossz elvégzett szögletből megkontráztak bennünket, felhívtam mindenkinek a figyelmét, hogy azonnal spuri vissza mindenkinek, mert jól jönnek, jól mennek át védekezésből támadásba, és ezt nem csináltuk meg. Volt két elvesztett labda elől, nem álltunk oda, itt a Székely Dávid mellé azonnal az ittszer labdát tudott adni. Ebből voltak a hibák, tehát nem is úgy mond a játékba, meg még az, hogy talán, tehát 4-4-2-t játszottunk az első fél időben, és nem tudtuk annyit birtokolni a labdát, mint amennyit szoktuk, meg amennyit szerettük volna, és talán ez volt a probléma az első fél időben. Mi lehet a kulcs annak a függvényéből, hogy a csapat megnyeri a bajnokságot? Meg kell nyerni minden mérkőzést, ez a legegyszerűbb. Én mondtam is a fiúknak, meg beszéltünk itt a Füreden ugye róla, hogy ez a meccs kulcsfontosságú, és ezt most is tartom. Tehát az, hogy tudtunk egy 7-2-es győzelmet aradni múlt héten Kisújszállás ellen, tehát felszabadult a csapat, hogy a Nándi is, hogy gólokat tudott rugni, és itt, hogy egy ilyen sikert tudtunk aratni, én úgy gondolom, hogy ez adhat egy olyan lökést, hogy ez kitartson a bajnokság végéig. Dorcsák Zoltánnak köszönjük szépen, még egyszer gratulálunk a győzelemhez, következő hetekre pedig jó munkát kívánunk a csapatnak. Köszönjük szépen. Köszönjük.